Ideális körülmények között készülhet a tavaszi folytatásra az NB3 kereti csoportjának 9. helyén álló Nyírbátori FC. Az MLS megyei igazgatósága által szervezett Aranyfácán kupának Nyírbátor ad otthont, így a csapat helyben játszhatja a hétvégi meccseket. Kovács János együttese magabiztosan győzött a Nagyecsed, a Vásárosnamény, a Tarpa és a Zófehértó ellen, így már ott van a torna elődöntőjében. Az egész felkészülésünk úgy zajlik, ahogy terveztük, minden adott hozzá, hogy megfelelően fel tudjunk készülni. Ez igaz, hogy helyben adottak a lehetőségeink, ezt ki is használjuk, ugye minden nap edzettünk, meg edzünk. A döntőbe jutás a célunk ezen a tornán, ami hát természetesen nem hogy elvárás, hanem ez kötelezettség is a csapat számára. A hétközi mérkőzéseket pedig hát igyekeztünk úgy lekötni, hogy megfelelő színvonalú ellenfelekkel, és hát egy tiszta képet kapjuk majd a felkészülés végén, hogy hol állunk. Ugye nagy változások nem történtek a csapat házatáján, maradt az állandóság. A nyírbátori csapattól két játékos távozott a téli szünetben, helyükre a korábban magasabb osztályban is megforduló Olá Dávid és Farkas Márton érkezett. A két játékos személyesen én is ismerem régóta, hisz játszottak a kezem alatt régebben. Azt hiszem, hogy a klub megfelelő taktikával dolgozik, az elkövetkező időre építkezik, úgy a fiatalokkal kiegészülve. Ugye, mint említettem, is marad az állandóság. Természetesen ezt egy-két játékos, minőségi játékos igazolásával mindenkor csak segítheti, és úgy csapat szerkezetébe beilleszthető személyekre van szüksége elsősorban az együttesnek. Hát ezt próbáltuk figyelemmel kísérni, figyelembe venni, és hát az elkövetkező időben is ugye ez az elsődleges feladat, a jó szereplés mellett természetesen. A Nyírbátor szerdán, a Baktalórendház, a szombaton pedig a Kisvárda ellen lép pályára. Azt követően a február 28-án esedékes Tiszaújváros elleni bajnoki rajtig az Aranyfácán kupán két meccs és egy Nagyecsed elleni felkészülési találkozó vár még Kovács János együttesére.